Először is szeretném megkérdezni, hogy mi az ok, hogy ilyen korábban jöttetek, van itt valami ismerős, vagy pedig a meghívás miatt jöttetek egy picit korábban. Hogy érzitek magatokat, milyen utatok volt idáig? Most nagyon sokat kérdezti egyszerre, de rengeteg ismerősünk és barátunk van, és előre mondták, hogy nagyon finomokat fognak főzni, halászlét, lábszárpörköl, tehát ezek úgy nyomós érvek voltak, hogy korábban érkezünk. És rengeteg barátunk van egyébként, nagyon szeretünk ide járni. Nem, voltunk meg többször is Pakson és környékén is minden, de itt egy nagyon-nagyon jó társaság van. Mai napon egy kicsit. Magocsaiak, a bösöngyők is itt van. Nem tudom, hogy mennyien jönnek, mert még nem kezdtük el, de valószínűleg még jönnek, mert mi 10 órára vagyunk bejelentve. Nem tudom, mennyien jönnek, mert elválik, de a lényeg az, hogy jó az idő, jó a hangulat, és bármennyien sietetlen a legjobb bulikat, nem a legnagyobb helyeken játsza az ember. Akkor mindig, hát jó, volt olyan is, de nem függ össze az, hogy mennyien vannak. Mi kell egy jó bulihoz? Mi volt a legemlékezetesebb koncert élmény? 40 év alatt. Nagyon sok volt, de én most nem tudok kiemelni semmit. Azt tudom, hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyen a koncert. Szabadtére legyen jó idő, de még ez sem feltétel, mert lehet, hogy szabadó eső miatt lesz a jó koncert. Játszol jól a zenekar, szóljon jól, de ezek sem lényegesek, legyen jó a közönség. Szóval van egy érdekes dolog, hogy csinálsz egy fényképet egy zenekarról, amikor játszik a színpadon, akkor látsz egy zenekart. Csinálsz a közönségről egy fényképet, akkor látszik a közönség. És ha mondjuk oldalról csinálsz egy fényképet, akkor látszik a zenekar, meg a közönség. De a fénykép nem mutatja azt a sok ezer szálat, ami összeköti a színpadot és a közönséget. Tehát elkezdődik egy szám, és valaki a nézőtéren arra gondol, hogy ő erre a számra vesztette el a fizetségét 20 évvel ezelőtt egy rockkoncerten. A másiknak eszébe jött, hogy megverték a rendőrök, a harmadiknak meghalt az édesapja. De szóval ez az, amit nem mutat ki semmilyen felvétel, se a röntgen, semmi. Tehát az igazi jó koncert az, amikor az a sok-sok ezer szál összekapcsolódik. 35 év alatt változott-e valamit? Gondolok a közönségre, úgy tudom a zenekaron belül azért több rengeteg változás, sokan meghaltak, persze. Mi más a mostani közönségben, mint például 35 évvel ezelőtt? De elsősorban a környezet változott meg. Szóval annak idején, amikor mi kezdtünk el játszani, akkor hétfőn még a televízió szünetet tartott, tehát az az egyetlen hétfői nap, amikor nem volt semmilyen televízió, hát az egy volt, de az sem volna. Nem volt internet, és nem sorolom, szóval ezer dolog nem volt. Most nagyobb a választék, de az emberek most is megkeresik maguknak, amit szeretnek. Tehát hiába megy a tévében vagy rádióban valami, amit erőltetnek, és akkor ugyan nem se kell. Az emberek egy része jó, aki befolyásolni lehet, az valószínűleg rámegy erre, de szerintem kezd kialakulni az, hogy az emberek egy idő után rájönnek, hogy azt választanak, amit akarnak. És én ezt egy jó dolognak tartom, hogy azok jönnek el, akik szeretik az élőzenét, a rockzenét, akik szeretik a zenében azt, hogy emberek csinálják, embereknek játszanak a hibáikkal együtt. Nem sorolom, hát szóval én szerintem ez a leglényegesebb, hogy most mi történik a médiában, hát azt inkább nem minősítem. Igen. Zeneileg sem. Van egy-két régi nagy rocker, aki... Bocsáss meg, csak azt akartam mondani, itt láttam egy pár legyet, akik itt köröznek körülöttünk. A legyek soha nem tévednek. Ezek mindig biztosan mennek. A közönség is ilyen. Azt akartam kérdezni, van egy pár régi nagy zenész, aki azért meg kell vallani, hogy elmegy a populáris kultúra felé, néha eladja magát.
ez mennyire jellemző, hogy maradnánk így ez a kívánt kultúra felé. De az a helyzet, hogy hiába adnánk el, nem is veszik meg. Szóval, igen, ez lett volna szóval, a következő kérdés. Szóval a Playmobil nem tartozik azok közé, és ezt most örömmel mondhatom, akik bármelyik rendszer kitüntetett. Tehát mi nem kaptunk se ezektől, se azoktól, se amazoktól, meg még akik ma jönnek, azoktól sem kaptunk kitüntetést, és ez nagyon biztató jövőre nézve. A másik az, hogy persze könnyen mondani az ember, hogy elküldtem őket a francba, nem is keresnek. Tehát szó sincs arról, hogy elmegyek esetleg korcsolyázni valami jégrevében, vagy legyek zsűritag valamilyen televíziós műsorban, szóval nincs ilyen. Gyönyörű magyar rájuk a színpadon, ők fognak nekünk gyerekeket szülni, akik olyanok lesznek, mint mi, vagy a postás, ki tudja. Mi a véleményed arról, hogyha ma indulna egy hasonló zenekar, mint a tiétek, akkor milyen szinten lenne sikeres, milyen esélyeik vannak a mai kultúrában, a mai lehetőségek, mit adnak neki? Szerintem annyi esélyük van, mint a mókusnak a bozott tűzben, semmi. Ugyanis akkoriban, mondom, a leglényegesebb az, hogy a háttér cserélődött ki, a környezet, a gazdasági, a politika, és nem sorolom még, hogy minden. Mi akkor abban a közegben találtuk valamit, ami fontos volt nekünk, és fontos volt a gyerekeknek. Ma már ez nincsen. Tehát az, hogy mi megmaradtuk, ez valami olyasmi, mint amikor egy kiveszőben lévő állatfajta néhány példánya még rohankál, tudod, állatkertben, vagy állatkertben kívül, de és ezt nehogy félreértetve legyen, nagyon sok tehetséges fiatal van, jól gitároznak, jól énekelnek, most az új énekesünk is 24 éves srác, Miskolci srác, a Baranyi Laci. Tehát nem az a kérdés, hogy nincsenek, de ők már másképp közelítik meg a dolgot, tehát ők már beleszülettek a rádiótelefonba, mit tudom én, az internetben, minden lószalban. 21. században. Ez egy másik világ, tudod? Szóval az az érdekes, hogy csináltak egy olyan felmérést, aminél megkérdezték az általános iskolás gyerekeket, alsó tagozatosokat, hogy tudják-e, ismerik-e a szén szó jelentését, és a nagy részük nem tudta, hogy a szén mit jelent. Változik a világ. Szóval most, hogyha meg akarod érteni a Tóldi Miklós történetét, vagy valamit, akkor azzal küzdesz meg, hogy mi az a Petrendszer út, mi az a sarogja, és nem sorol még, hogy különböző eszközök, nevek, kifejezések, egyszerűen nem tudják, hogy gyerekek tudnak helyette mást. Hát most a legutóbbi időben még kiderítették, hogy az SMS-ezés meg a rádiótelefon miatt elkezdték az emberek a hüvelykújjukat használni, főleg a fiatalok. Ezt gyakorlatilag csak fogásra használták, kapánál, fegyvernél, mit tudom, ez egy támasztó új volt, tehát ez nem dolgozott. Most ez az ujjal valakik meg gépelnek úgy, hogy oda sem néznek, így beszélget, és közben ír egy SMS-t. Szóval azért változik ám a világnak, mindegy. És akkor szerinted rossz irányba? Nem, én nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz irányba, de ez mindenféleképpen más. Én azt látom, mi az, ami hiányzik, vagy mi az, aminek másképpen kellene lennie? Én szerintem az alapvető dolgok hiányoznak, a leglényegesebb dolgok az, hogy az iskolában nem az a fontos, hogy az emberek megtanuljanak gondolkodni, különbséget tenni, kételkedni, hanem az, hogy bemagolnak dolgokat, és nem is kell, hogy elmondja, csak annyi van, hogy igen, nem. Hát ez súlyos. Szóval gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a hülyék termelése van folyamatban, nagy üzemi módon, tudod? Szóval, de ez a cél, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, hogy ne eszedben ne is hogy most hát lehet, hogy ez mégse így van, vagy mégse így volt. Hanem azt mondják neked, hogy húzd be az X-et, és kész, és akkor ötös vagy. De hát jó, hát most lehet bőgni, hogy most így vagy úgy vagy amúgy, de azt hiszem, hogy egy nagyon lényeges dolog van, erdőbe ment az egész a tanítás, mert a tanító szó
az szerintem sokkal jobb, mint a tanár. Mert a tanító az nem csak arról szól, hogy megtanít téged számolni, vagy egy verset elemezni, vagy bármire, hanem megtanít sok minden másra is. Hogy mitől vagy te más, mint egy állat? Hogy mitől vagy ember? Hogy mit jelent az, hogy adott szó? Mit jelent az, hogy megígérsz valamit, hogy megcsinálsz valamit, hogy kételkedsz? Sokkal nem közvetettebb a dolog. Nem csak a közvetett, szóval nagyon lényeges, a dolog kezd egyre virtuálisabbá válni. Szóval nem ugyanaz egy játékban, egy videójátékban kosarozni, mint valóban vinni a labdát és bedobni a kosárba. Ez nem ugyanaz. És hiába mondja a gyerek, te én a, mit tudom, milyen az amerikai ligában, amelyikben játszok, de miben játszol? A videójátékban. Egyébként meg olyan béna vagy, hogy nem tudsz elmenni a sarokig, mert összeesel. Szóval na ennyit a... ennyit a valóság és a virtuális világról. Térjünk vissza a zenekarhoz. Mi volt 30-40 évvel ezelőtt, amikor megalapítottad a PNL-t? Mi? Bolsevizmus. Hát miért volna? Hát semmi. Hát. Úgy éreztük, hogy ez egy kis szabad terület ebben a történetben, és mi nagyon boldogok voltunk, hogy azt csináltuk, amit csinálhattunk. Hát nem volt könnyű, mert a lehetett keresztbe tettek, de mégis óriási dolog volt, hogy lementünk egy faluba, ott összejött 500 gyerek, és mi meg játszottuk, hallották, és ez jó volt. Én szerintem mai este is az lesz a leglényegesebb, hogy fölmegy egy zenekar, játszik, és a közönség hallgatni fogja, és ebből lesz valami. Ma már könnyen azért egy kicsit. Nem, sokkal nem. Nehezebb. Sokkal nehezebb. Nehezebb. Ez a mostani rendszer sokkal tudatosabban teszi azt, amit tesz. Az előző sem volt egy ilyen egyszerű vállalkozás, de a mostani az még jobban. A liberális rendszerek azok a legantidemokratikusabb rendszerek, bármilyen is ellentmondásosnak tűnik a dolog. Tehát a másság tisztelői, a tolerancia bajnokai, a kirekesztés ellenségei, a legnagyobb kirekesztők, a legkevésbé toleránsok, és ők azok, akik nem viselik el a másságot. Sajnos ez így van. 2008-as évre van-e kilátásban valami extra dolog a zenekarházat táján? Gondolok akár egy lemezre, vagy új számot. Csináljuk az új lemezanyagot, majd játszunk már bele az új anyagból. És ez mikor fog megjelenni? Vagy? Remélem, hogy ez év karácsonyára, nem akkor jövő év tavaszára, de jövőre lesz 40 éves a történet, és arra mindenféleképpen csináljuk ezt a lemezt. Ma este egy számon már biztos játszunk az új lemezről, a Fegyvert veszek címűt. Mit lehet elmondani a lemezről? Megújult egy kicsit, vagy maradt az a régi kemény rokkos stílus? Hát most valamelyik nap beírtak a honlapunk lemezési rovatába, hogy hát ez a P-mobil már, ez nem az a P-mobil, ez olyan, mint egy garázs zenekar. Én ezt dicséretnek veszem.